Aha, persze. Sziasztok! Kölkeden vagyunk jelenleg Gazi Zsolttal, ahol a Ki van Magyarország szervezésében egy gépbemutatót fogunk nem sokára prezentálni nektek. Szántóföldi gépbemutató lesz. Természetesen a videókat már majd nem élőben készülnek, mert nem tudom, hogy mennyire lesz jó ott a térerő. Zsolt, végigmenjünk a gépeken, hogy mik is lesznek itt pontosan? Tehát itt előttünk a gladiátor késes engel tárcsa kombináció van, ezt fog menni napnapfogótarlóba. Igen. Szépen gyűlünk itt közben össze. Főleg nem ilyenek. Van itt nekünk egy jó nagy henger, ha jól látom. Igen, 8 méteres szántás elmunkáló henger. Oké. Okay. Tehát itt ez a mind a gépek, a gazdának a gépei. Tehát látóperecnek a török helyén vagyunk, ugye már nem is tudom, hogy mutat ezt. Ja nem, azt még nem mondtam. Ugye már itt balra. Ja, igen, hát egy Opál AG 8 méteres rövid tárcsa, eszközhordozóval. Ennek az érdekessége, hogy ez a kompaktor is megvan. Tehát ugye már tavasszal kompaktorként dolgozik az eszköz, 8 méteres kompaktor. Most nyáron érkezett, akkor meg a tárcsával volt a bevetés. Aha. Kicsit körbenézzük, vagy kint majd a területen részletesebben? Ahogy szeretnéd. Tehát gyakorlatilag egy lényeg, hogy eszközhordozós kivitel, és ezért 8 vagy 10 méteres munkaszélességben lehet ezt használni. Kompaktor vagy tárcsa, vagy Gruber szerelhető erre, és itt a László Ferenc is úgy választotta, hogy gyakorlatilag mind a tárcsát, mind a kompaktor elmunkálót megrendelte az eszközhordozóra. Így azért azt kell, hogy mondjam, hogy egy 8 méteres gép egy kedvező áron, nagyságrendileg egy másfél gép árából lehetett kiolti kettő jó gépet. Jövünk tovább. Így van. Itt lesz egy SSDR Big talajlazító, egy hétkéses Big, tehát a 115-es vázmagassággal. Ez nem a gazdája, a gazdának egyen kisebb van egyébként, de a nagy traktorok miatt akár lehetséges, hogy egy frissítés is szóba jöhet hosszú távon. Természetesen éggyűrűs hengerrel van ez is felszerelve. Így van, a jó bevált Andrei éggyűrűs henger. Így van, tehát azért Magyarországon most már főleg a középkategóriától felfelé az éggyűrűs hengerrel rendelik a gazdák. És itt vagyunk egy Saturn. És itt egy 6 méteres kompaktor, ami szintén a gazdának a régebbi gépe. Ez annyiból érdekes, hogy a minőségéről mindig annyit elmond, hogy ezt váltja a 8 méteres kompaktor az eszköz hordozóval. Ugye igaz. Tehát a gazda meg volt elégedve, nagyobb traktorok miatt azt mondta, hogy egy nagyobb munkaszélességre van szüksége, de ugyanez a technika mellett kitartott. Így igaz. Jó. Tulajdonképpen ez most itt ennyi volt, ez 2 perc, vagy 3 perc gyakorlatilag. Itt a talajlazítóval Zsolttal megköszönjük szépen a megnézést, úgyhogy megyünk ki a területre, és onnan fogunk jelentkezni. Onnan nem biztos, hogy élőben, mert nem tudom, hogy milyen térről lesz, de a videók azok készülni fognak. Sziasztok! Jaj, hogy kell ezt leállítani? Ilyenkor jó az élő, nem? Igen. Kicsit